A 11 esztendős Sinkó Enikő a hétvégi rendezvényen fogott először teniszütőt a kezébe, szeretne minél jobban megtanulni teniszezni. Én nem tudok teniszezni, de én is ugrókot eleztem még régebben, de abba hagytam, és szeretnék megtanulni én is teniszezni. A Szombathelyi Sportiskola teniszszakosztálya első alkalommal szervezett családi napot a Sportligetben. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvénynek több célja is volt. Célunk az volt, hogy ebbe a szép zöld környezetbe kicsalogassuk a családokat, és megismertessük velük ezt a gyönyörű sportot, a teniszt. A másik célja az volt, hogy az itt játszó, a szakosztályban játszó gyerekek a saját szüleikkel egy tenisz délelőttöt eltölthessenek. A rendezők több sztárvendéget is meghívtak a fesztiválra, köztük volt Sákovics Péter is, aki a 4 ütős sportágból, teniszből, fallabdából, tollaslabdából és asztali teniszből álló raketlonban szerzett már több világbajnoki címet is. Ami miatt érdemes választani, hogy nagyon sokáig lehet űzni. Kisgyerekkortól kezdve egészen időskorig bezárólag lehetővé teszi a sportág sajátossága, hogy ezt akár 80 év felett is űzzék. Tudok 90 év fölötti magyar játékosról, fantasztikus volt látni, hogy még mindig hogy fut a labdáért, és hogy küzd. A Sportiskola teniszszakosztályának vezetői a rendezvény sikerén felbuzdulva már most úgy döntöttek, hogy lesz folytatás, azaz jövőre biztosan megrendezik a második családi teniszfesztivált Szombathelyen.